Dél-Magyar Podcast. Dél-Magyar Podcast. Hírek helyben azonnal. Üdvözlöm Önöket a Dél-Magyar Podcast legfrissebb adásában. Én Hornyik Anna Viola, rádiószerkesztő vagyok. Hallgassák meg Zsivkovics Négyenes Krisztinát, a Talentum Alapítvány ügyvezető igazgatóját. Most nemrég megjelent nektek egy online kézikönyvetek, ami a fiatal önkéntes koordinátoroknak szól, de kik azok az önkéntes koordinátorok? Amikor valaki szeretne elkezdeni önkéntesekkel dolgozni, akkor az nem csak annyi, hogy összehívunk egy csomó önkéntes, és akkor majd így valamit csinálunk velük. Hogyha nincsenek összeszervezve, nincsen felépítve a munkájuk, akkor ott az olyan könnyen olyan tevékenységbe fordul át, ami mondjuk ilyen szervezetlen, anarchiába vagy. Szóval, hogy ez sok a sikertelenség benne, hogyha nincs megszervezve egy munka. És az, aki az önkénteseknek a munkáját összeszervezi, aki kiadja a feladatot, aki ellenőrzi ezt a feladatot, őket hívjuk önkéntes koordinátornak, vagy az önkéntesek koordinátorának. Mi a háttere ennek a könyvnek? Mi volt a célotok vele, és hogyan adódott a lehetőség? Hogy kiadjátok. Az volt a háttere ennek a könyvnek, hogy a fiatalok azok szeretnek tevékenykedni. Látják a társadalomban azokat a kihívásokat, amire válaszolni kellene valahogy, és nagyon sokszor azt gondolják, hogy valamit ők is szívesen csinálnának, csak nem nagyon tudják az eszközöket hozzá, hogy hogyan lehet. És odáig is sokszor eljutnak, hogy szívesen önkénteskednek, de azt sem tudják pontosan, hogy így hogy is lehetne ehhez hozzáfogni. És akkor mi arra gondoltunk, hogy nagyon jó lenne, ha a fiataloknak lenne valami online, valami modern kis aranyos dolog, amiben ők úgy utána olvashatnának annak, hogy hogyan is fogjanak össze embereket, hogyan is koordináljanak önkénteseket. Ehhez kerestünk nyilván pályázati forrást, ezt az Erasmus Plus területén találtuk meg. Egy kisléptékű ifjúsági pályázatot adtunk be, kisléptékű stratégiai partnerséget, ezért két nemzetközi partnert is választottunk hozzá, a Felvidékről, Nagykaposról a Luminózus szervezetet, és a Délvidékről pedig Szabadkáról a Szabadkai Karitást. Mind a két szervezetnek nagy tapasztalata van fiatalokkal való közös munkában. Nagyon jól látják azokat a társadalmi kihívásokat, ami a saját területükön vannak, amiben a fiatalokat nagyon jó lenne belevonni, ők már ebben próbálkoznak is, és mind a két szervezet azt mondta, hogy nagyon szükséges lenne valami olyan támogató kiadványra, amit a fiatalok elérhetnének. Természetesen az is volt a cél, hogy ne az legyen, hogy a tapasztalt öreg rókák megmondják a fiataloknak, hogy mit kell csinálni, ezért az fontos volt, hogy itt végig fiatalokkal működött a projekt, és nagyon nehéz volt sokszor azt engedni, hogy úgy legyen minden, ahogy a fiatalok tervezik, szeretnék ötleteik alapján. Így egyébként ez a kiadványban is látszik ez a közös munka, mert a kiadvány úgy épül föl, hogy van egy sztori, amit ők írtak meg, és a dizájnját is ők találták ki, és teljesen véletlenül egyébként az egyik projekt találkozón találtunk egy plüss figurát, aki valahogy így elkezdte végig kísérni a projektünket, és akkor az lett, hogy ez a plüss figura legyen az önkéntes szervező. Elneveztük Öminek, önkéntes menedzsment ismeretek alapján, és akkor azt találták ki a fiatalok, hogy így Ömi szervezzen valamit, amiben úgy nehézségei is vannak, bizonytalan is, dilemmázik is, és ez egy sztoriként megjelenik a kiadványban. De azt is láttuk, hogy érdemes mögé tenni a tudásanyagot, hogy mi is történik akkor, amikor így elkezdünk önkéntesekkel dolgozni. Azt meg mi az idősebb és tapasztalatabbak írtuk meg, és így a kiadványnak két része van, a sztori és a háttérben az önkéntes menedzsment ismeretek. Hol férhetnek hozzá ehhez a kézikönyvhöz az érdeklődők, illetve hogyan tudják szerinted hasznosítani a jövőben? Minden partnerszervezetnek a honlapján, így a Talentum Alapítványnak a honlapján is fönt van, Ömi szervez címmel, meg lehet találni ezt az online kiadványt, és szerintem, ha valaki erre úgy rákattint, és kicsit így olvasgatja, a sztori alapján felismeri azt, hogy ő milyen helyzetben szokott lenni, és minden sztoriban van egy-egy kulcsszó, amire rákattintva bejönnek a szakmai anyagok, de külön is végig lehet olvasni a szakmai tartalmat, és természetesen mind a három szervezet nyitott arra, hogyha további kérdés felmerül, vagy bármilyen segítségre van szüksége egy fiatalnak, akkor arra is nyitottak vagyunk, hogy ne ezen múljon a sikere annak, hogy ők a társadalom javára önkéntesként valami jó dolgot tudjanak csinálni. A Talentum Alapítvány az számos önkéntessel dolgozik együtt. Milyen területeken tevékenykednek az önkénteseitek? Egyrészt itt Szegeden, magyar önkéntesekkel így szoktuk mondani. Vannak tematikus területek is, így a színházban, a múzeumban, a kórházban, illetve az idős otthonokban rendszeresen járunk be önkéntesekkel. Ezek szervezett tevékenységek, általában egyszer egy évben lehet ebbe belépni, és az önkénteseknek a csapata az egy kis közösségként is működik. Ezen kívül meg szervezünk akciókat, vagy aktuálisan kapcsolódunk más civil szervezeteknek a programjaihoz. Ezeket mind aktuálisan szervezzük és hirdetjük a honlapon.
honlapunkon. Ezen kívül viszont van egy nagyon izgalmas lehetőség, amikor külföldi önkéntesek jönnek hozzánk, és mi is küldünk külföldre önkénteseket, ez az Európai Szolidaritási Testületi Program. Illetve van egy harmadik terület is, amiben a Talentum Alapítvány jeleskedik itt Szegeden, mert hogy Szeged egy olyan város, ahol nagyon sok külföldi egyetemista van, és ezek a külföldi egyetemisták, amikor így itt tanulnak, akkor nagyon sokszor szívesen tesznek valamit ők is a társadalom javára. Így a Szegedi Gazdasági Tudományi Karral van egy nagyon szoros együttműködésünk, ahol harmadik országbeli fiatalok, főleg afrikaiak, illetve ázsiai országokból bejárnak idős otthonokba, illetve most tavaly ősszel a felnőtt neurorehabilitációs osztályon társasjátékoztak a betegekkel. És a nyelv egyáltalán nem volt probléma, hiszen az UNO kártya, meg a puzzle nagyon jól működik nyelvakadályok nélkül is, úgyhogy nagyon nagy élmény volt mind a betegeknek, mind az osztály dolgozóinak, és az önkénteseknek is, hogy itt Magyarországon olyan távol a hazájuktól valami egészen különleges dolgot tudtak csinálni. Körülbelül hány önkéntes tevékenykedik jelenleg a Talentum Alapítványnál? Változó a számuk, de mondjuk egy olyan állandó önkéntesre azt mondanám, hogy 25 önkéntessel működünk állandóan, és amikor akciókat hirdetünk meg, akkor mindig egy kicsit megduzzad a létszám, aztán valamikor lemorzsolódnak ebből önkéntesek, úgyhogy elég változó a létszám, de azért egy 25 főt mondanék állandóra. És arra mit mondanál, hogy milyen egy jó önkéntes? Hát igen, ez egy nagyon izgalmas kérdés, főleg azért, mert talán az, hogy mindig az a jó önkéntes, aki az adott önkéntes tevékenységhez tud jól igazolni. De azért, hogyha általánosságokat kellene mondani, akkor azt tudnám mondani, hogy azért a felelősségvállalás, az, hogy valaki éretten tudjon arról gondolkodni, hogy mit vállal, és hogy átlássa, hogy legtöbbször az önkéntesek szociális területre mennek, segíteni mennek. Ott azért, mert önkéntesek vagyunk, az nem azt jelenti, hogy akkor már nem is kell oda elmennünk, mert hát én ezt csak úgy önként vállaltam. Mert ott várnak bennünket a kórházban, a felnőttek is, a gyerekek is, az idős otthonban is, fogyatékosok intézetébe, ha járunk, de az óvodások is nagyon várják az önkénteseket, szóval a felelősség teljes gondolkodás, talán ez a legfontosabb, hogy úgy vállaljon az önkéntes, amit tud is szívesen teljesíteni, tenni. Hogyan lehet elérni, hogy a fiatalok minél inkább szeressék ezt a társadalmi felelősségvállalást? Nekem az a tapasztalatom, hogy sokszor a fiatalok nem tevékenykednének maguktól, de ha valamiben így kipróbálják magukat, úgymond úgy elkapja őket a gépszí, vagy így bekapják a horgot, ahogy szokták mondani, akkor utána már szívesebben áldoznak. Ezért van az, hogy mi is önkéntes akciókat szoktunk csinálni, ami könnyű, egyszerű, gyorsan be lehet kapcsolódni, látványos. Tavaly csináltunk olyat, hogy elmentünk idős otthonba, és annyi volt a lányoknak a feladata, hogy lakkozzák ki a néniknek a körmeit. Ez egy nagyon egyszerű, nagyon látványos, a lányok nagyon szerették is, és amikor vége volt a programnak, akkor azt mondták, hogy csak ennyi az önkéntesség, és hogy ezzel ennyit lehet adni az időseknek. Hát ők nem gondolták volna, jönnek máskor is szívesen. Szóval, hogy így megéreztetni az ízét az önkéntességnek. Viszont az is nagyon fontos, hogy talán legyenek olyan felnőttek, vagy olyan szervezetek, mint a Talentum is, hogy meg is értsék, hogy a társadalom számára ez milyen hatással van, és akkor ők maguk is később ezt sokkal hamarabb felismerik, hogy ők is tehetnek a társadalomért, és hogy milyen módszerekkel, hogy például az önkéntesség egy nagyon jó módszer, és nagyon sokszor nagyon egyszerű dolgokkal lehet tenni. Úgyhogy mi így próbáljuk, hogy egyszerű akciókkal, látványos dolgokkal próbáljuk felhívni a figyelmét a fiataloknak. Említetted, hogy külföldi önkéntesek is tevékenykednek nálatok. Jelenleg milyen országokból érkeztek hozzátok fiatalok? Jelenleg 3 fiatal van nálunk, 2 török és 1 francia önkéntesünk van. Az önkénteseknek, amikor fogadjuk őket, akkor valamilyen tematikus projekteket szoktunk tervezni. Pontosan azért, hogy jobban is megtaláljuk azt az önkéntest, akivel együtt tudunk dolgozni, másrészt meg sokkal jobban mi is fel tudjuk építeni a munkánkat. Ők most azért jöttek Magyarországra, hogy zenéljenek. Idős otthonokba visszük őket, állami gondozottak intézetébe, fogyatékosok intézetébe, óvodába, emellett, hogy a zenével ők, mivel ehhez nem kell nyelv, ebben nagyon könnyen meg lehet másokat szólítani, nem kell nyelvismeret hozzá, ezért ez nagyon-nagyon jól működik, erre mindig készülnek, de emellett azt is csinálják ezek a külföldi önkéntesek, hogy bejárnak Szegeden középiskolákba, angolórákra, ahol bemutatják a kultúrájukat. Itt 2 dolog van, ami nagyon hatásos, az egyik ugye az angol nyelv használata, hogy olyan külföldieket használnak, akik már
más akcentussal beszélik az angolt, másrészt viszont látnak más országokat, más kultúrákat, és ez nem csak annyi, hogy beírjuk a Google-be, hogy Törökország, mert ott valamit biztos kiad, de amikor egy török fiatal mondja el, vagy egy francia fiatal, hogy náluk milyen a mindennapi élet, az egész más szokott lenni, és lehet tőlük kérdezni is, a bátrabbak azok nagyon könnyen mernek kérdezni is angol órán, és ez úgy látjuk, hogy ez nagyon-nagyon jól működik, nagyon sok középiskolába járunk, nem csak Szegeden, hanem Szeged környékén, Makón, Kiskunmajsán, Kistelekre járunk. És hogyan választjátok ki egy-egy projektnek a témáját? Leginkább úgy gondolkozunk, hogy mire van igény a fogadó oldalon, de egyébként például az idei év az egy nagyon izgalmas, mivel magyar-török kulturális évad van, és a nyáron, amikor több önkéntest fogunk fogadni egyszer, akkor éppen most született meg a döntés, hogy hát akkor ne angol nyelvtábor csináljunk most mindenféle országból érkező önkéntessel, hanem 10 török önkéntest fogadjunk egyszerre, akiknek az lesz a feladata egy hónapon keresztül, amíg itt lesznek, hogy a török kultúrájukat mutassák be, énekeljenek, táncoljanak, zenéljenek, mondjanak irodalmi műveket is, és beszéljenek arról, ami mindenkit nagyon meg szokott lepni, hogy nagyon sok magyar ételre azt gondoljuk, hogy ez magyar étel, és akkor kiderül, hogy nem, ez török étel. Hogy a tulipára nagyon büszkék vagyunk, hogy milyen szép magyar motívum, és akkor a törökök szokták mondani, hogy de hát ez az ő motívumuk. Szóval nagyon-nagyon sok szál összeköt bennünket a törökökkel, és a magyar nyelvben is rengeteg szó van, ami török eredetű. Ezeket nagyon izgalmas felfedezni. Úgyhogy most erre szeretnénk 10 török fiatalt hívni, hogy elvigyük őket minél több helyszínre, a városban, meg Szeged környékére is, ahol most a törökséget és a török-magyar kapcsolatokat, barátságokat szeretnénk erősíteni azzal, ahogy ők így bemutatják az ő kultúrájukat. Van nekem még más terveitek is így a közeljövőre nézve? Próbálunk újabb projekteket működtetni. A Talentum Alapítványnak nem csak az önkéntesség az egyik szakterülete, hanem a civil fejlesztő központ is vagyunk, és a civil szervezeteknek a támogatása abban, hogy minél jobban láthatóvá váljanak, illetve minél jobban felkészültek legyenek egy-egy témában. Ezért működik egy Koral klub, ami egy online klub, ez természetesen mindig minden visszatér egy idő után a Covid járványhoz, amikor ugye minden megváltozott. Ott mi is azt tapasztaltuk, hogy az online térben, amikor kikerültünk, akkor érdekes módon nem csak Szegedről lettek hirtelen a képzéseinknek, vagy a műhely munkáinknak részvevői, hanem Magyarország minden területéről, sőt, még a határon túlról is. És rájöttünk, hogy mekkora erő, meg mekkora lehetőség az, hogyha az online térben tartunk műhely munkákat, továbbképzéseket, mert ezzel sokkal-sokkal több ember, sokkal színesebb társaságot tudunk összehozni. És akkor azt gondoltuk, hogy legyen ez a Koral klub, ami arról szól, hogy lehet ehhez csatlakozni, és minden hónapban egyszer-kétszer van műhely munka, amiben civil témaköröket érintünk, például most lesz időmenedzsmenttel kapcsolatban, aztán pályázati írással, de például szervezeti reziliencia, szóval olyan civil szervezeteket, vagy akár non-profit intézményeket érintő kérdések, amiben szeretnénk szakembereket hívni, és ők egy 2 óra hosszában nagyon gyakorlatorientáltan tudják a tudásanyagot átadni. Ez a Koral klub, ez egy nagy kihívás, ez egész évben működik, de ezen kívül többféle konferenciát, műhelymunkát, szakmai programokat szervezünk a civil szervezetek számára, és természetesen az önkéntesség területén is mindig újabb és újabb területeket próbálunk nyitni, hiszen például a családok számára az önkéntesség az egy olyan új lehetőség, ami még előttünk áll, illetve a turisztikai célú önkéntesség is, amikor valaki turistaként megérkezik egy városba, és azt mondja, hogy nem csak az utcákon szeretnék sétálni, és megismerni Szegedet, hanem úgy is megismerni mondjuk Szegedet, hogy önkénteskedek. Vagy bárhol máshol, akár a világban is. Ez sok országban már működik, de szeretnénk például fejleszteni Szegedet is ilyen szempontból. Úgyhogy ilyen terveink vannak. Úgy tudom, hogy egy társas játékot is fejlesztettetek. Mesélj erről is, kérlek. Ez megint ugyanabból indult ki, hogy a fiatalok megszólítása. Hogyan is lehet a fiatalokat arra motiválni, hogy gondolkodjunk az önkéntességről együtt, és akkor azt gondoltuk, hogy fiatalokkal jól lehet játszani, és amikor önfeledten játszanak, akkor úgy belefeledkeznek a témában is. Illetve nyilván az önkéntesség témakörében járunk iskolákba is népszerűsíteni az önkéntességet, és arra gondoltunk, hogy ez lehet, hogy jó módszer lehetne, hogy az iskolában ne valaki kiáll a tábla erre, és akkor az úgy elmondja a tananyagot az önkéntességről, hanem valami más módszert használjunk. Ezért fejlesztettük ezt a társasjátékot.
Ez is szintén egy nemzetközi együttműködésen alapuló projektben valósul meg erdélyi partnereinkkel, akik szintén Erdélyben is bejárnak iskolákba önkéntességet népszerűsíteni, és mind a kettőnknél felmerült az, hogy valami modern, vicces, de jól tanulható programmal álljunk elő. Most jelenleg zajlik már a társasjátéknak a kivitelezése, a bábúk, a kártyalapoknak a formázása, és túl vagyunk a tesztelésen, és a tesztelésen az látszik, hogy tényleg belefeledkeznek a fiatalok a játékba, tehát maga a játék az ötletesre lett kitalálva, és utána nagyon jó beszélgetések születnek arról, hogy milyen önkéntes tevékenységek vannak, és úgy van felépítve a játék, hogy először önkénteskednek, tehát megismerik az önkéntes tevékenységeket is, és utána társadalmi ügyeket oldanak meg a megszerzett vagyonaikkal, vagy a megszerzett erőforrásaikkal, így akkor megismerik azokat a társadalmi ügyeket is, amiket önkéntesként akár ők is tudnak befolyásolni. Úgyhogy ez izgalmas résztvevő fiatalok számára, mert nem szokták összekapcsolni azt, hogy ha én önkénteskedek, akkor tulajdonképpen a társadalomban valamilyen ügyet segítek megoldani, és ez nagyon érdekes szokott lenni számukra, és az egy nagyon érdekes, hogy amikor önkénteskedünk, akkor abban úgy egyedül vagyunk, és a játékban is így van, hogy először egyedül játsszák, és gyűjtik az önkéntes lehetőségeket, és amikor véget ér ez a rész, akkor együtt oldják meg a társadalmi ügyet, és összeadják az önkéntes kártyáikat, és ez mindig meglepi őket, hogy hát most összegyűjtöttem rengeteg erőforrást, be kell adni a közösbe, hát igen. És hogy ez egy nagy tapasztalat van, amikor erről ezt emelték ki, hogy nekik ez volt egy ilyen nagy élmény, hogy egyedül valamit csináltak, és aztán utána ezt úgy be kellett adni a közösbe. Azt gondolom, hogy ez nagyon jó üzenet tud lenni. Zsivkovicsné Jenes Krisztinát hallhatták. Ez volt a Dél Magyar Podcast legújabb adása. Hornyik Anna Viola beszélgetett. Dél Magyar Podcast. Dél Magyar Podcast. Hírek helyben azonnal.